Ládai előre ment a második sorba, Gecse párjaként Mazinius helyére. Ez az egyetlen egy szerkezeti változás van, és ugye Rokajszi Láda a negyedik sor csatáraként bejött a jégre. Babics Vladimir, valamint Csomortáni Zsolt dirigálják középről, és itt van egy kontra lehetőség, egy az egybe vezetheti Péter Balázs, Péter, és ott van a gól. És megszerzi a vezetést a csíkszeredai sportklub. Péter Balázs próbálkozását először még védte Melnicsuk, ám a kipattanót Részeg Tamás, aki bepofozta a hálóba. És Falus teljesen rossz irányba fordult. És ott a 2-0. Aiden Brown a gólszerző. Falus volt, aki rosszul forgolódott a palánk mögött. Egyébként még mindig lenn van a jégen. És Aiden Brown közvetlen közelről mattolta. Ez egy tiszteletkört. Két Székesfehérvár itt elütött, de most viszont jön kontrába a Feha. Ambrus rosszul kapta, és valahogy visszakerült a koronga fehérváriak. Ütőjére, és hogyha jól látom, akkor Keceli Mészáros a gólszerző, így van. Ládai nyomta oda az ezeit, és jön a csíkszeredai kontra. Péter, ez egy helyzet, és ott a gól! 3-1! Nagyon szép korongszerzés, és nagyon szép kontra a Részeg Tamás és Péter Balázs révén, és Péter megszerzi. Csíkszeredai sportklub harmadik találatát. Blaskó. Most talán felállnak a fehérváriak. 25 másodpercük maradt. Keceli. Racsinszki. Dobos. És ott a gól. A rövid felsőbe. 3-2. És él ezzel az emberelőnyös lehetőséggel a FEHA 19. És az 52. percben megint visszajönnek mínusz egyre. Blaskó. Csollák saját társat talál. Ez nem volt egy kellemes találkozás a koronggal. Csollák megint, és ott a gól. 3-3. Semmit nem láthatott Adorján ebből. És Csollák már az előbb is próbálkozott. 54. perc, és kiegyenlít a székesfehérvári alakulat. Gecség nem üt el a korong, most pedig Részeg Tamás kell szépen visszakutyagoljon, és Adorján pedig kell védjen ennél a Zezej lövésnél. Hoppá, Péter Balázs elhagyja a korongot, ez így fordul a Fehérvár, és ott a gól! Ott a gól! Péter Balázs elcsúszott a koronggal, és hogyha jól látom, akkor Nádor volt, aki bevágta ezt a gólt. Elviszi a bónuszpontot a FEHA 19, és Nádor megszerzi szezonbeli első gólját. Itt van, ahogy Péter el is csúszik, elüt a korong fölött, és igen, Nádor az, aki lopja a távolságot, majd szépen fellövi a korongot. Két gólos előről 4-3-as vereséget szenved a csíkszeredai sportklub a FEHA 19 ellen, és a két csapat kéz a kézben lép előre egy helyet a táblázaton. A sportklubnak két nap szabad lesz, majd vasárnap érkezik a brassói korona